Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Idén is jó ütemben haladnak a fejlesztések Ibrányban. Néhány hete felújított belterületi utakat adtak át, az önkormányzat pedig további beruházások támogatásához adott be pályázatot. Erről is szó esik a mai adásban, nézzük még mi mindenről. Egészségipari fejlesztés. Átadták az EU-Fire Kft. Gyárát Máté Szalkán. Fejlesztések Ibrányban, belterületi utak újultak meg a városban. Kárpátok között, nemzetközi programmal tennék hatékonyabbá a légiforgalmat. A magyar egészségipar képes az ország teljes és biztonságos ellátására. Erről Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt néhány nappal ezelőtt egy Máté Szalkai gyár átadó ünnepségen. Modern munkakörnyezet, versenyképes fizetés, automata gépsorok jellemzik a most átadott szatmári gyárat. A hazai egészségipar számára többek között injekciós tűket, vizsgálókesztyűt, megfogó csipeszeket készítenek majd az új üzemben. A beruházás a kormány által létrehozott egészségipari támogatási program hozzájárulásával valósult meg. Így készülnek a gumikesztyűk a Máté Szalkai gyárban. Gyakorlatilag el is indult a munka, az év második felében pedig már nagy tömegben tudnak majd előállítani egészségügyi termékeket. Éves szinten 160 millió vizsgálókesztyű, 350 millió darab fecskendő kerül majd ki az automata gépsorokról. A gyár elsődleges célja, hogy a magyar egészségipart lássák el, de a gazdaságos működéshez más iparágakba is tudnak majd gyártani, mint például a hadiipar vagy az autóipar számára. Ez közép-európai szinten is egyedülálló, és hát nagyon fontos, hogy mindenképpen megteremti az egészségiparnak az egyik pilléreit, tehát amit így gyártunk termékeket, azokkal az egészségipar 50-60%-ban önellátó tud lenni, körülbelül 110-120 embert fogunk foglalkoztatni, és hát nagyon modern, tehát ha végignézzük a gépeket, a helyiségeket, az egész gyárat tényleg a legmagasabb színvonalon épültek meg. Van itt svájci, van itt olasz, izraeli, dél-koreai gépsor, együttműködésben kínai vállalatokkal, de ami nagyon fontos kiemelni, hogy helyi vállalkozókkal együtt építettük ezt a gyárat, együtt üzemeltük be ezeket a gépeket, ez abból is fontos, hogy nekik munkát adtunk, másrésztről meg kialakul egy olyan tudásbázis, tapasztalat, ami a üzemeltetésnél nagy hasznunkra fog válni. A törzsgárda az kezd kialakulóba lenni, a vezetői csapat, és úgy gondolom, hogy mindenkinek az érdeklődését felkeltette ez, mert egy modern munkakörnyezet, versenyképes fizetés, és tényleg egy trendi dolog, hogy ilyen automata gépsorokkal, egészségiparnak tudunk gyártani. Nagyon sokféle terméket tudunk gyártani, ugye elsősorban a hazai egészségipar számára különböző megfogó csipeszeket, injekciós tűket, fecskendőket, ugye vizsgálókesztyűt, nitril vizsgálókesztyűt tudunk gyártani, és nagy mennyiségben, például a kesztyűből egy 160 millió darabot tudunk évente, de ugyanúgy 300 millió darabot tudunk fecskendőből gyártani, tehát tényleg igazi nagy mennyiségeket automata gépsorokon. Ugye nagyon fontos, hogy először is lássuk el a magyar egészségipart, a kórházakat, rendelőintézeteket, és ahova ezek a termékek kellenek. Ugye ez egy ilyen képesség alakult itt Máté Szalkán, tehát ha valami probléma van az ellátási láncban, ezekből a termékekből, akkor a magyar emberek nem maradnak ezek nélkül. De ahhoz, hogy gazdaságosan, hatékonyan tudjon működni, vagy a bizonyos fajta keresleti volatilitást ki tudjuk egyenlíteni, ezért más iparágakba is tudunk gyártani, akár hadipar számára, akár autóipar számára ezekkel a gépekkel, és hát van érdeklődés külföldről is, akár Szerbiából van már érdeklődés, vagy más államokból ezek iránt, a termékek iránt. Nagyon fontos kiemelni, hogy ezek kiváló minőségűek, tehát ezeket a vevőinkkel és célcsoportokkal már tesztelt, tettük, húztuk, vontuk a kesztyűt, mindent tettünk vele, tényleg jó minőségű, úgy mondom, benne van az anyag és a technológia, tehát mi nagy reményekkel figyelünk a jövő irányában. A rendezvényen a város polgármestere elmondta, a beruházáshoz a helyi ipari park fejlesztése is hozzájárult, amelynek méretét most szeretnék megduplázni. A város nem csak gazdaságilag erősödik ezután, hanem büszkék vagyunk arra, hogy ugye Máté Szalkát úgy emlegették, mint az optikai ipar
egyik fővárosa, hiszen az egész világon összesen 4 olyan város van, ahol ennyi vezető optikai cég megtelepedett, és most egy újabb üde színfolt jelentkezik az egészségipar területén, és büszkék vagyunk arra, hogy Máté Szalka a koronavírus elleni védekezés kapcsán más módon is bekapcsolódik az ország állampolgárainak az egészségének a megőrzéséhez, hiszen ez az üzem képes az egész Kárpát-medencét, sőt még exportra is jut belőle ellátni olyan védőkesztyűkkel, olyan injekciós tűkkel, olyan fecskendőkkel, illetve olyan műszerekkel, ami a járványügyi védekezést mindenképpen segíteni fogják, és Máté Szalka segítségével Magyarország függetlenedik ezen a téren a külföldi beszállítóktól. De ez nem csak, ahogy mondtam, a város közösségének egy kiváló lehetőség, hanem az egész környezetének, Máté Szalkának, az egész gazdasági övezetnek, hiszen ez az üzem, amely most kezdi működését, folyamatos bővítésben gondolkodik. Már most vannak újabb fejlesztésekre olyan tárgyalások, amelyek újabb területeket igényelnek. Éppen ezért örülünk annak, hogy Máté Szalka időben lépve meg tudtuk azt valósítani, hogy a közel 80 hektáros ipari parkunkba, ahol most már mindösszesen talán 2,5 hektár olyan szabad terület van, ahol éppen nem folynak tárgyalások különféle cégek betelepüléséről, illetve itteni cégek bővüléséről, egy további 60 hektárral bővítjük, ehhez a folyamatok elindultak, a város megteremtette rá a forrást, elindultak azok a területszerzési eljárások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Máté Szalka csak nem megduplázza az ipari területeit. A térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, a 2021-ben átadott Kocsordi és a most átadott Máté Szalkai gyár telepítésével csökkent hazák függősége a külföldi egészségipari gyártóktól. Az az egészségipari beruházás, amiről a kormány döntött, hogy a nemzetközi kitettséget megpróbálja magyarországi beruházással ösztönözni. Itt Máté Szalkán gyártjuk ehhez a fecskendőket, a tűket, a kesztyüket és egyéb olyan alkatrészeket Kocsordon, amelyek fontosak a magyarországi egészségügy felhasználása szempontjából, hogy ne exportról kelljen ezeket az eszközöket beszerezni. De Magyarország összesen 15 vagy 16 beruházás, több mint 60 milliárd forint értékben indított el, és hogy miniszter úr is mondta, ez szinte világrekord, ilyen gyorsan Máté Szalkán, a zöldmezős beruházásnál már a átadásnál termelést is láthattunk, úgyhogy büszke vagyok, hogy Máté Szalkán valósult meg ennek a beruházás sorozatnak az egyik nagy része. A cég az egészségipari támogatási program hozzájárulásából több mint 6 milliárd forint támogatást kapott a gyárak létrehozására. Minden országnak kell lennie ipar stratégiájának. Kell lenni olyan stratégiának, amelyik arról szól, hogy a mezőgazdaság, a szolgáltató szektor és más fontos területek mellett komoly ipari kapacitással is kell rendelkeznie Európának és az adott országnak. Ma ennek az ünnepén vagyunk jelen, az elkészült beruházás egy ékes példája annak, hogy amit a magyar kormány gondol az iparról, az iparfejlesztésről, az találkozik azzal a gondolattal, amit helyben az emberek, polgármesterek, képviselők, tulajdonosok, vállalkozók, munkavállalók gondolnak egy ország lehetséges gazdaságfejlesztéséről. Tehát mindenek előtt én azt szeretném megköszönni ma nagyon sok embernek, hogy ebben az iparstratégiában hajlandók részt venni, társultak ehhez, és az a beruházás, amit ma itt ünnepélyes keretek között átadtunk, az az együttműködéssel, az összefogással megvalósul. Ugye ez a program a magyar kormány indító gombjával jött létre, indult el, hiszen szembesültünk azzal 2020-ban a pandémia időszakában, hogy nem lehet úgy komoly ellátás biztonságról beszélni, hogyha alapvető termékek gyártása és elérése nem történik meg az adott országban. Ha minden ország lezárja a határát egy vírusos időszakban, nem érhetők el orvosi eszközök, maszkok, sterilizációs berendezések, lélegeztetőgépek, olyan orvosi kesztyűk, alapeszközök, injekciós tűk, amelyek a mindennapi orvosi egészségügyi ellátáshoz tartoznak, és amelyek azt a célt szolgálják, hogyha betegek leszünk, vagy ellátáshoz szorulunk, ezek rendelkezésre álljanak. Nem lehet tehát mindent kiszervezni sem Magyarországról, sem Európából. Ennek van tehát egy nagyon komoly fordulópontja és ünnepsége a mai napon, hiszen ennek a korszerű eszközöket gyártó orvosi eszközöket előállító cégnek
az elkészülte, létrejötte, nagyon sok ember támogatásával valósult meg, és hát ne felejtkezzünk el a legfontosabbról, a magyar adófizető polgárokról, hiszen az az állami támogatás, ami ez a beruházáshoz érkezett, nem jött volna létre, hogyha a tisztességgel adózó vállalkozások, cégek, magánszemélyek nem fizetik be az adóforintjaikat a magyar államkasszába. A pénzügyminiszter az eseményen a háború okozta gazdasági következményekről is beszélt. Egy furcsa időszakban vagyunk, hiszen ha csak a legfontosabb makrogazdasági számokra nézünk, akkor azt gondolhatjuk, hogy tulajdonképpen a magyar gazdaság visszaállt arra a pályára, mint korábban, a pandémia időszaka előtt volt. Tavaly 7,1%-kal nőtt a gazdaság, idén első negyedében 8% fölött 8,2%-kal nőtt a magyar gazdaság, tehát látszólag semmi problémánk nincs. Holott nagyon jól tudjuk valamennyien, hogy a február 24-én elindult háborús események egy háborús válságot, egy recessziót, egy visszaesést fognak előidézni, nem csak Európában, hanem szerintem a világgazdaság egészében is. Jól láthatóak, hogy a háborús helyzet és a ráadott európai válasz, a szankciók sorozata egyre inkább a recesszió irányába tolja, taszítja Európát, és miközben még elégedettek vagyunk azzal, hogy az ipari termelésünk is májusban még 9,4%-kal nőtt, miközben örülünk annak, hogy a magyar gazdaság visszanyerte a lendületét, ezen közben már tudjuk, látjuk, hogy a pénzügyi folyamatokon keresztül hamarosan olyan recessziós környezetbe fogunk kerülni, amelyikre, hogyha nem készül fel egy kormány, akkor a legnagyobb hibát követi el egy ország gazdaságával, munkaadóival és munkavállalóival szemben. Tehát ezeket a számokat, amiket most látunk, és ami a reálgazdaság jó helyzetéről szól, többek között a foglalkoztatás, ugye 4.700.000 embernek van munkája a magyar gazdaságban, lényegében a teljes foglalkoztatottságot érjük el ezekkel a számokkal. Ezek egy pillanatnyi helyzetről adnak képet, de ha előre gondolunk az őszi-téli folyamatokra, és különösen a következő évi folyamatokra, ezek azt mutatják, hogy ezekre el kell kezdenünk felkészülni. Mondhatom nyugodtan, hogy azért ezek a válságok, amelyek az elmúlt években voltak, megedzettek bennünket, maga a pandémia is egy ilyen kihívás volt. Hogyan lehet fölkészülni arra, amikor a komplett gazdaság leáll? Hogyan lehet fölkészülni arra, amikor kijárási tilalom van, az utcán egy teremtett lélek sincs, és nem hogy gyárak, üzemek állnak le, hanem maga a konkrét életfolyamatok is szinte egy ország egészében megszűnnek. Kétségtelen tény, hogy nagyon súlyos helyzettel néz szembe Európa, hiszen ahogy utaltam is rá, az infláció, az energiaválság számos olyan kihívás fog bennünket érni, amelyik nehezíteni fogja a gazdaság működőképességét. Ezek közül azonban engedjenek meg, hogy kiemeljek egyet, ez az energiaellátás kérdése. Jól látható, hogy Európa egyre nagyobb bajba lavírozta magát azzal a szankciós politikával, amelyik megpróbálja az európai ellátásbiztonságot, energiaellátásbiztonságot elvágni azoktól a hagyományos területektől, ahonnan Európa az olajat, a gázt, vagy a legfontosabb energia kincseket említsem, ezeket kapta. Ez a helyzet egy egyre növekvő energia árat jelent, és a megemelkedett energia árak pedig, és az infláció veszélyezteti az európai gazdaságok rendes működését, az energiatározók feltöltése többek között ezért lesz egy olyan fontos szempont, ami Magyarország kormánya számára is egy kulcskérdés az elkövetkezendő hónapokban. Ezért is szeretném itt is ebben a körben is hangsúlyozni, hogy jelenleg a tározóink feltöltése már 44%-on áll, és a magyar kormány mindent meg fog tenni a következő hetekben is azért, hogy az éves szükséglet nagy részét biztosítani tudjuk, ezek a további lépések megtörténnek, ennek pénzügyi, költségvetési akadálya nincsen, az ehhez szükséges forrásokat biztosítani fogjuk, hiszen tény és való, hogy a magyarok nem akarnak télen megfagyni, a gazdaság nem akarja, hogy leálljon, és nem akarjuk elveszíteni azokat a munkahelyeket, amelyeket létrehoztunk az elmúlt években. A reálgazdaság folyamatai tehát még kedvezőek, de készülnünk kell akár a legrosszabbakra is. Ezért tartom fontosnak, hogy mindeközben azokat a beruházásokat, amelyeket elindítottunk, be tudjuk fejezni. Az EU Fire Kft. Beruházása egy ilyen előremutató versenyképességet javító beruházás, hiszen itt
egy rövid gyárlátogatás keretében most én magam is meg tudtam nézni, olyan eszközök, olyan körülmények között állítódnak elő, amelyek a világ élvonalát jelentik. Jó látni, hogy a mostani beruházásokkal ezek a kapacitások tovább bővülnek, és olyan helyzet áll elő, amikor a magyar ipar, a magyar egészségipar is képes az ország teljes, biztonságos ellátására. A kocsordi és a Máté-Szalkai üzem körülbelül 100 munkavállalónak jelent biztos megélhetést a térségben. Felújított belterületi utakat adtak át néhány hete Ibrányban. A városvezetés szeretne külterületen is javítani a közlekedési feltételeken, de több más terület fejlesztésére is pályázott a település. A részletekről Trencsény Imre, Ibrány polgármestere számol be. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Kezdjük akkor a néhány héttel ezelőtti sajtóeseményről. Belterületi utakat adtak át. Pontosan hányat, miért volt fejlesztésekre szükség, és milyen forrásból sikerült ezeket megvalósítani? Hazai forrásból sikerült megvalósítani. 110 millió forintot nyertünk belterületi utak fejlesztésére Ibrányban. Összesen 7 út valósulhatott meg, 7 út fejlesztése valósulhat meg ezáltal. Pontosan a műszaki tartalom úgy néz ki, hogy 5 út vonatkozásában útfelújítás, és 2 út vonatkozásában útépítésnek számít a beruházás, hiszen az említett 2 út esetében még nem volt korábban útburkolat ezeken az útszakaszokon. Nagyon örülünk ezeknek a fejlesztéseknek, és természetesen az ott lakók is nagyon örülnek ezeknek, és nagyon hálásak vagyunk az országgyűlési képviselőknek, dr. Vinné Győző úrnak, aki segített ezt a pályázatot megvalósítani a lobby tevékenységével, úgyhogy ezúttal is köszönjük neki a segítő együttműködését, hiszen minden olyan fejlesztésnek, minden olyan beruházásnak örülünk, amelyek az itt élők életfeltételeit javíthatják. Hogyha ugye minden utcát nem lehet leaszfaltozni fölöm egy évben, hiszen az a világ minden pénze sem lenne elég, de hogy áll most Ibrány aszfaltozott és felújított utak tekintetében? Mekkora még a feladat? Hát én azt elmondhatom, hogy ezzel a 7 utcával, illetve a tavaly átadott Zrínyi utca északi útszakaszával szinte minden lakó ingatlan megközelíthető Ibrányban szilárd útburkolaton, ami azt mondhatom, hogy majdnem 100%-nak megfelelő. Természetesen vannak még kisebb útszakaszok, inkább azt mondanám összekötő utak, ahol még csak zúzottköves út van, de azt gondolom, hogy megyei, sőt országos szinten is jól állunk ebben a tekintetben. Igen, nagyvárosok is irigykedhetnének, hogyha csak néhány utca hiányozna. Igen, azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban. Igen, természetesen nem dőhetünk hátra sohasem, és el kell, hogy mondjam, hogy készítettünk elő egy nagyobb volumenű pályázatot, amelyet szeretnénk szintén uniós forrásból megvalósítani. Ennek a keretében további 8-10 utca fejlesztését szeretnénk majd megvalósítani, hát bízom benne, hogy ezek a pályázataink is majd pozitív elbírálásban részesülnek a jövőben. Tehát szeretnénk továbbfejleszteni az útjainkat és megtartani ezt a szintet, amit a lakosság Ibrányban megszokhatott a korábbi években. Nyilván nem csak belterület fontos, hanem a külterület is, hiszen hatalmas területek vannak Ibrány körött is. Itt is lesznek fejlesztések, vannak elképzelések, melyek ezek? Igen, hát nagy örömmel szolgálhatok be arról, hogy 272 millió forint támogatásban részesültünk külterületi mezőgazdasági útfejlesztésre, ami azért nagy öröm számunkra, hiszen Ibrányból a Tiszapartot tudjuk elérni, a Tiszapart megközelíthetőségét is tudjuk javítani, ami azért fontos, hiszen eddig csak a töltésen sikerült elérhetni a Tiszapartot, ami igazán nem párhuzamos közlekedésre alkalmas. Úgyhogy azon túl, hogy a gazdák könnyebben fogják tudni megközelíthetni a földjeiket a Tiszaháton, azon túl van egy olyan fontos funkciója is ennek, hogy könnyebben fogjuk tudni elérni a Tiszapartunkat, a tiszai üdülő övezetet. Egyelőre 4,5 km hosszan nyertünk zúzottköves útalapra lehetőséget, ezt fogjuk megvalósítani reményeim szerint már ősszel, de szeretnénk folytatni ezt a fejlesztést, és még egy 2 kilométeres útszakaszt felújítani, ami azt teszi lehetővé, hogy Ibrányból, a város központjából elérhetjük a Tiszapartunkat a töltés kikerülésével, ami hozzáteszem sokkal biztonságosabb.
Nyilván az úzott kő az egy nagyon fontos fejlesztés, később esetleg aszfaltozás is lesz, vagy itt nincs szükség arra, mert nem illene a környezetbe az aszfaltút. Természetesen amennyiben a pályázat megengedi, szeretnénk majd leaszfaltozni, de hát azt gondolom, hogy az első lépést kell megcsinálni, ami egy nagyon fontos lépés, hogy egy nagyon masszív útalapot építsünk, és hogyha találunk majd rá megfelelő hazai vagy uniós forrást, akkor természetesen szeretnénk szilárd burkolattal is ellátni majd. Ha már szóba került a Tiszapart, akkor turizmus, ilyen tekintetben milyen fejlesztések valósultak meg, vagy vannak tervben, hogyan lehetne fejleszteni azt, hogy minél többen menjenek Ibrányba, vagy az Ibrányhoz közeli Tiszapartra? Igen, hát ezt nagyon szeretnénk, hogyha minél többen megismernék, és minél többen jönnének akár a megyeszékhelyről is Ibrányba. A legfontosabb lépés, amelyet ebben tudott tenni a testületünk, az az, hogy visszavásároltuk a régi ifjúsági tábor területét, amely magánkézben volt évekig, évtizedekig. Ennek a rendbetétele elkezdődött, és itt szintén szeretnénk majd ősszel egy pályázatot benyújtani, turisztikai célú pályázatot benyújtani, amely, hogyha sikerül, akkor szeretnénk olyan feltételeket, olyan infrastruktúrális feltételeket megteremteni, hogy újra lehessen táboroztatni gyerekeket Ibrányba, hiszen ez hosszú éveken keresztül így működött, és nagyon nagy élete szóló maradandó emlékeket szerezhettek itt a gyerekek. Mindenek előtt ennek a feltételeit szeretnénk megteremteni Ibrányban, tehát vizes blokkot, öltözőket, szálláshelyet kialakítani, de természetesen, ahogy elmondta, nagyon fontos a megközelíthetőség és a Tiszapartunknak. Szeretnénk még kerékpárúttal megközelíthetővé tenni, illetve a védett oldalon is, tehát a strand részén is tovább fejleszteni, ahol már hozzáteszem sikerült fejlesztenünk, szintén hazai kisfaludi forrásból, illetve a Kajakkenu Szövetségen keresztül tudtunk komoly fejlesztéseket megvalósítani. Ebben az évben találkoztunk Ibrányban egy iskolai konyha felújításának átadó ünnepségén. Ha már oktatás, akkor óvoda fejlesztésre is, ez egy fontos feladata most az önkormányzatnak. Itt mit kell tudnunk? Nagyon fontos az oktatás, azt gondolom, hogy minden település jövője az oktatásban rejlik. Három óvodája van Ibránynak, két egyházi és egy városi óvodája. Amikor találkoztunk a konyha átadáson, akkor a városi óvodánk fejlesztéséről tudtunk beszámolni, de el kell, hogy mondjam, hogy most két pályázatunk is van bent, január 14-ével két pályázatot adtunk be. Az egyik a baptista fenntartású csicsergő óvodánk fejlesztésére irányul. Itt egy közel 500 milliós pályázatot adtunk be, hiszen ez az épület már nagyon rászorul a felújításra. Nagyon bízunk ennek a pályázatnak a pozitív elbírálásában, de a másik egyházi óvodánkat kell megemlítenem, amely a református egyház fenntartásában működik. Itt pedig egy energetikai pályázatot adtunk be szintén január 14-én, amire szintén óriási szükség van, úgyhogy nagyon várjuk ezeknek a pályázatoknak az eredményeit, hiszen égetően szükség van ezeknek az intézményeknek a fejlesztésére. Ez azt is jelenti, hogy biztos van sok munka lehetőség a városban, vagy a város környékén, hogy szükség van akkor óvodákra is, hogy gyerekeket el lehessen helyezni. Hát el kell, hogy mondjam, hogy egyre többen választják Ibrányt lakóhelyéül. A környező kisebb településekről is költöznek be, de akár a megyeszékhelyről is. Ennek nagyon örülünk, úgyhogy nagyon várunk Ibrányba minden letelepülni, vagy vállalkozni vágyót. Úgyhogy azt gondolom, hogy Ibrány egy élhető kis település, és szeretnénk, ha az is maradna a jövőben, ezért fogunk dolgozni képviselőtársaimmal a jövőben is. Tombol a nyár, de még nincs vége. Milyen kulturális események vonzhatják oda a látogatókat? Mit terveznek ezen a nyáron vagy ősszel? A legnagyobb rendezvényünk a nyáron a Szent István napi rendezvénysorozat, amely augusztus 20-a köré épül, idén is így lesz ez, egy ünnepi nagygyűléssel kezdünk, illetve egy főzőversennyel, egy hagyományos és vadételek főzőversenyével zárjuk ezt a rendezvényt a Városligetben. De ha már a jó utakról kezdtünk el beszélni, akkor ide kapcsolódóan azt is megjegyzem, hogy ez a ünnepségsorozat 18-án csütörtökön egy kerékpárversennyel kezdődik, egy U19-es világkupával, ami Nyíregyházáról fog indulni, és Ibrányban lesz a befutója. Azt gondolom, hogy a jó utak, a jó infrastruktúra nem csak a vállalkozni vágyóknak, vagy a letelepedni vágyóknak, vagy turisztikai szempontból előnyösek,
hanem bizony ilyen sportesemények szempontjából is, hiszen már 8. alkalommal tudunk megvalósítani Ibrányban hazai és nemzetközi szintű kerékpárversenyt. Igen, nemrég volt ilyen, tehát én emlékszem, hogy rajzoltuk mi is a térképet, hogy Ibrány hogy éri el a kerékpáros gárda. Szóval ezek szerint ez egy ismert és kedvelt sport a településen. Egyre népszerűbb, egyre nagyobb a társadalmi elfogadottsága és támogatottsága, úgyhogy azt látjuk, hogy évről évre egyre többen jönnek ki szurkolni a főtérre, és nem csak a főtérre, hanem azokon az útszakaszokon, ahol elhalad a verseny. Úgyhogy várunk természetesen minden érdeklődőt idén is. Ebben az évben várható-e még valami, vagy a jövő év tervei között szerepel-e bármi, ami jelentős, ami említése méltó lehet Ibrány történetében? A jövő évet tudom kitűzni, amikor 30 éve lesz város Ibrány, ennek a 30. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ezt kezdtük el szervezni munkatársaimmal, hiszen minden hónapban szeretnénk tartalmas programokat kínálni a város minden korosztályának, illetve nem csak ibrányiaknak, hanem a járás településeinek is. Úgyhogy erre készülünk, ez egy nagyobb volumenű rendezvénysorozat lesz, ennek az előkészületei kezdődnek el a napokban. És ennek valami írásos emlék készül-e, ami összefoglalja a 30 évet, vagy talán a többet is? Mindenképpen szeretnénk ilyen irányban is előrelépni. Azt gondolom, hogy nehéz, mert nagyon komoly munkák születtek meg dr. Nagy Ferenc Hegedűs Dezső tollából, de szeretnénk természetesen az utódok elért eredményeit mi is továbbfejleszteni ebben a tekintetben is. Polgármester, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én köszönöm a meghívást. A Kárpátok légiforgalmának javítását célozza meg egy nemzetközi program Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna részvételével. A cél az, hogy a határmenti térségek közötti személy és áruforgalom kis repülőjék bevonásával váljon gyorsabbá és biztonságosabbá. A pilóta képzés egyik fontos bázisa, és a sport, valamint hobbi repülésben is kimondottan népszerűnek számít a nyíregyházi repülőtér. Bár itt még csak üzleti célból érkező vendégek landolhatnak, szeretnének komolyabb szerepet szánni a reptérnek. Ebben segít az a 2017-ben indult nemzetközi együttműködés, amely a Kárpátok régiójának 4 országát, Magyarországot, Szlovákiát, Romániát és Ukrajnát vonja be. A Kárpátok Euróregió 21 éves múltra tekint vissza, amikor még nem is voltunk tagjai az Európai Uniónak, egyik ország sem. Immár a 4 ország közül 3 tagjai vagyunk, Ukrajna kivételével nem. Ez a projekt ötlet 2017-ben született, aminek az volt a lényege, hogy a kis határmenti forgalmakat a infrastruktúrán, akár a vasút, közút, a légi közlekedést is erősítsük. És hát addig sok minden eltelt, túlestünk egy Covid-válságon, most nyakig benne vagyunk egy orosz-ukrán háborúban, ami megnehezíti tulajdonképpen a projektet. De mai nap folyamán azt tapasztaltam, hogy a felek azok nagyon aktívak ebben a munkában, és úgy gondoljuk, hogy a nehézségek ellenére is meg lehet ezt oldani. Tulajdonképpen a kis határ mellett, tehát mi az Szabolcs-Szatmár-Berek megye 3 országgal határos, és ahhoz, hogy a említett infrastruktúrán kívül a kis repülőgép forgalom is, akár a személyszállítás, akár a partner kapcsolatok, vagy mindkettő, ne adj Isten, idegenforgalom tekintetében is új erőt kapjon. Az Európai Uniótól 1 millió eurót kapott ez a projekt, ami időarányosan felhasználásra kerül, és szeretnénk azt, hogy a kialakult nemzetközi helyzetben a szakhatóságokat megnyerjük annak, hogy közvetlen kapcsolatok legyenek az említett 4 ország Nyíregyháza, holnap ott leszünk Nyíregyházán, Nyíregyháza bevonásával is, ennek Magyarországnak ezen belül Szabolcs-Szatmár-Berek megyében Nyíregyházának is kiemelkedő szerepe lesz. A projekt célja, hogy a magánszemélyek országok közötti utazását és a nemzetközi áruforgalmat is gyorsabbá és hatékonyabbá tegyék. Ennek jelentőségét szemléltette Mihály Petrescu, a Szatmár-Németi Nemzetközi Repülőtér igazgatója.
Európai Uniós finanszírozású projektről lévén szó, sok feladatunk van. Egyrészt össze kell, hogy hozzuk a különböző partnereket, akik részt vesznek ebben a projektben, másrészt pedig gondoskodnunk kell a projektcélok eléréséről. Ez azt jelenti, hogy a projektben leírtak szerint kell eljárnunk, ami a feladatokat illeti, be kell tartanunk a határidőket, és a végeredményképpen pedig azokat a célokat, amiket megfogalmaztunk, azokat az eredményeket el kell érnünk a projekt során. Korábban akár 300-400-szor is járhattam Nyíregyházán, azonban soha nem jutott eszembe az, hogy repülővel jöjjek, és most pedig ma pedig repülővel érkeztem, és ugyanez igaz többi városra, tehát Szatmárnémetibe elrepülhetek Ungvárra, illetve Kassára is. Ukrajna is szeretné fejleszteni a repülési közlekedés feltételeit, ennek érdekében több alkalommal vettek már részt szakmai látogatáson Nyíregyházán. I represent International Association of Regional Development Institutions, which én az úgynevezett JARDI nevű szervezetet képviselem Ukrajnából. Ukrajna szempontjából nagy fontosságú ez a projekt. Gondoljunk arra, hogy Ukrajnát szeretnénk integrálni a kistérségi repülőgépforgalom hálózatába, és ez nagyon fontos több oldalról is, a különböző hivatalos szervek részéről, az önkormányzatok részéről, illetve a különböző repülőterek részéről is. Ukrajnában a kistérségi repülés kérdéskör még nem olyan fejlett, mint a többi országban, Magyarországon, Szlovákiában, illetve akár Romániában. Hogy mondjam el, hogy a hétvégén Svidnikben, Szlovákiában vettünk részt egy rendezvényen, ahol nagyon sok fiatal pilóta bevonásával és nagyon sok szakember, fiatal szakember, sok légi szakember bevonásával volt egy ilyen bemutató, és ez egy igazán jó példa arra, hogy hogy lehetne a kistérségi repülés kultúráját folytatni. Ez egy jó példa az önkormányzatoknak, jó példa a településeknek. A szakemberek a tárgyaláson egyetértettek abban, a hatékony rendszer kiépítéséhez a legsürgetőbb lépés, hogy fejleszik a határmenti repülőterek infrastruktúráját. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!